akkor a vízállás még lehetővé tette volna egy-két napon belül, hogy a hajót levontassák a zátonyról, de a Duna intenzív apadása miatt ez hamar lehetetlenné vált. Nincs rajta áru, szóval egy üres teherhajóról beszélünk, ennek következtében a hajótest így nem sérült meg, mikor a víz kiment alóla. Hát azóta 2 méter tapadt a Duna. Jönnek, hát fotózgatnak, egyebek, próbálnak beszélgetni, de hát csak románul beszél a matróz.